A böndörödő Maroshegyváros teli találata. Dömbörödhettek a pocakok, s persze a söndörödő szűl levelek után az ősz is beköszön, mint ahogy itt általában az emberek egymástak. Mert ez egy bevonó jellegű, hagyományőrző műsor, ami azt jelenti, hogy nem csupán programok vannak a színpadon, amit meg lehet tekinteni, hanem részesei lehetnek a családok az eseményeknek. Szöszmötölő főzőverseny van gondűzően, bővíthetően. Göndörödő gyermekarcok is megjelennek a nagyszülőkkel. És persze itt van a borkirálynő is. Egyre több embert fogunk ide csábítani a rendezvényre, mint az előző kettőn, és egy hatalmas nagy maroshegyi rendezvényé növi ki magát, ahova nem csak a maroshegyieket, hanem egész Fehérvárt várjuk. Adorján Viktor számára a művelődő ember érték, köszöntője sem önös, övék a tő, mondja. A böndörödő a pöndörödő történetének életre hívója. Mint annyi minden más is, a székely nyelvben őrződött meg, és magyarul is megvan, csak annyi a különbség, hogy a zöngés B-t a zöngétlen P váltotta fel a szó elején, és így pöndörödőnek mondjuk mi ezt ma. Brájer Éva, a településrész képviselője, amondó, lehetnek szép pillanatok körhinta nélkül, csak nézzünk körbe-körbe. Szerettem volna mindenképpen egy ilyen közösségi rendezvényt, mert hát itt régen Maroshegyen még voltak szőlőtőkék, most is föllelhető egy-néhány, volt jófajta bor, de hát nem különben fontos volt, hogy a maroshegyiek ne csak hazajöjjenek itt aludjanak, hanem ismerjék meg egymást, akik eddig még nem tették ezt meg. Úgyhogy ebből azt gondolom, hogy egy nagyon szép kis városrészi rendezvény fejlődött. Díjakat vehetett át a töprengő, nős és nőtlen, ős és űtelen, szeretetteljes versengésben mindezt. Öngondoskodás biztosította összmérték szerint, zsörtölődés nélkül.